Szigeti Tamás 1968-ban született Budapesten. Előbb a Magyar Iparművészeti Főiskola bútortervező szakán, majd a Mexikói Képzőművészeti Akadémia festő szakán szerzett diplomát. 2007-ben egy évet ösztöndíjjal Tokióban töltött, a japán vizuális kultúra hatása a festészetén is nyomot hagyott. A felszín esztétikuma, ugyanakkor a felszín alatti világ, az emberi test feltárása, ezek kettőssége, a jelentés nélküli mintázatok és a korpusz, mint maga a jelentés dihotómiája, művészetének állandó tárgya. 2009 óta saját alapítású rajziskolájában tanít. Ez a műterem, ez pont most 4 éves, azt hiszem március első napjaiban nyílt ez meg. Van ennek egy neve is, azt úgy hívják, hogy Suterén Stúdió. Egy műteremet nem mindig keresztelnek el. Ennek azért van egy neve, mert ez a rajziskolaként is működik. Eredetileg ez csak műteremnek épült, tehát az első terveim arról szóltak. De aztán, mivel már évek óta tanítottam, hát valahogy úgy adódott, hogy a tanítást is itt kellene folytatnom. És egyébként meg az én műtermem, és itt festem a képeimet. Fajta szemlélet, hogy a testnek, a mesztelenségnek, az állatszerűségnek meg kell jelenni a képen. Ez egy olyan meggyőződés nálam, amit hát Mexikóban találtam az ottani tanulmányaim során, és hát itt Francis Bacon volt az, akin keresztül eljutott hozzám ez a fajta üzenet. Ő is, és még sokan figuratív festők úgy gondolják, és ez az, amitől én csak tanulni szeretnék, hogy az egyik legfontosabb és az igazi végső bizonyíték annak, hogy vagyunk, bármilyen szánalmasnak tűnik, az, hogy testbe be vagyunk zárva. Tehát a legnagyobb mesztelenségünk, a legnagyobb jelenlétünk, vagy a legtisztábbat, ha mondhatom, az a mesztelenségben van sújt még azon túl a test felnyílása pillanatában válik láthatóvá, hogy milyenek vagyunk, kik vagyunk. Gyakorlatilag annak a cáfolata, hogy a divat, az öltözet, a látszat lenne a fontos. Az emberek alapvetően ezt a szemlélet szerint nem különböznek az állatoktól. Vagy ha különböznek, elsősorban abban, hogy rosszabbak. Pontosan azért, mert hajlamosak a hazudozásra. Egy kutya nem hazudik. A művésznek felnőnie bármihez, amit kiválaszt az életben, ahhoz a feladathoz, megpróbálni ábrázolni a naplementét, a gyermeket, a szerelmét. Ezek óriási feladatok szerintem. Ha valamit én jól akarok csinálni, akkor elég szikáron bizonyos témákra kell, én így élem meg, bizonyos témákra kell összpontosítanom. Ez egy olyan anyaghoz készült, aminek a kiinduló pontja az volt, hogy én cirkuszi jeleneteket akarok festeni. 20-as évek filmjeiből kerestem nyersanyagot. Egy késdobálónak a modellje, a beállított női alak, lenge ruhában, ez az eredeti felvétel, és a háttérben pedig az eredeti felvételen hát távolabb a közönség dermedt arcait látni. És akkor az volt, hogy nekiláttam én ennek a képnek, hát a központban a női alakult. A késeken sokat gondolkodtam, hogy tényleg kések kellenek-e egy ilyen jelenetbe,
vagy inkább csak a kitettséget, a színházi karaktert akarom megcsinálni. Úgyhogy végül is maradtam ennél, hogy a kitettség, maga a testtartás is olyan már, hogy nem biztos, hogy egyértelmű, hogy késdobálásnak az alanyáról van szó, de a világosabb árnyalatok és a testtartás valahogy színházi, cirkuszi környezetet tételez. És aztán ezek az amőbák, vagy ezek bármik, ezek a plecsnik, amik ott körbe vannak, hát ezt nehéz lesz megmagyaráznom, hogy mi ez, de rendkívül jó érzés volt ezeket az amőbákat fölfesteni. Tehát a rétegek és a rétegek közötti átláthatóságok, átjárhatatlanságok, a koptatás eszközei, ez egy nagyon izgalmas dolog. Sokkal izgalmasabb sok festő számára, vagy egy fotós számára is gyakran, vagy egy filmes számára, mint az egyszerű perspektíva. Az, hogy itt két réteg bambuszroló van kiakasztva, és ezek között a legkisebb mozgásra is kialakul valami furcsa interferencia, ez egy olyan nyereség a véletlenek, a baleseteknek a kihasználásáról szól. Én nincs kész ez a kép, de nagyon örülök, hogy most éppen itt tartok. Az pedig, hogy miért roló, ez egy kötöttségből indul, olyan helyre kellett ezt csinálnom, egy kávézó, színház mostanában nyílik, ahol eltűnthethető, felhúzható képet kértek tőlem. Ez egy mexikói birkózónak a portréja egyébként, hogy mexikói szóba kerüljön. És hát nagyon szeretnék körülötte akár virágos mezőket, de egy jó nagy darab marhahús is elfér. Úgyhogy ilyen rétegeken gondolkodom, hogy mi lesz ebből. A rétegek festése közben, amíg ezeket én eltervezem, dolgozom rajtuk, nagyon fontos az a szimbolika, ami aztán megjelenhet. Tehát, hogy végül is mi van a rétegeken? Amit kiállítottam képet, ez a kutyás kép, ott hímzések és vetődő ebek vannak. Nagyjából van egy harmadik rétege, ez az alapja, ott valamilyen torz oszlopok voltak, de az a végén már nem érvényesül. Ami viszont egyértelműen érvényesül, az a kutyák, illetve egy kalotaszegi hímzés. Ezek nagyon jól láthatóak. Itt a rétegek közötti feszültség, amit megpróbáltam kihasználni, az, hogy van valami nagyon szép, nagyon gazdag, hagyományokhoz, létformákhoz kötődő forma, játékos, színes, csupa jót tudok mondani a hímzésről. A feszültséget azt teremti talán azon a képen, hogy ott vannak azok az ebek, amelyek hát nagyon gyakran megjelennek a képeimben. Tehát a kutya, mint karakter, az rendkívül fontos számomra hosszú évek óta. Nagyon sok minden miatt fontos. Akár a szépsége, akár a csúfsága, akár az erőszak megjelenítése, az állatszerűség megjelenítése kapcsán. Itt ezen a hímzésre vetődő ebek című képen a dinamikája, a vetődése, a fehérsége az, ami fontos volt számomra. A bohóc közvetlen, mint karakter, hát közhelyesen hát a cirkuszhoz tartozik. Ehhez képest egy nagyon összetett és ambivalens dolog az a
az a valami, amit bócnak nevezünk. Valahol olvastam egy tanulmányt arról, de ez szociológiai felmérés, hogy az emberek jelentős része kimondottan fél a bóctól. Tehát a bohóc, mint olyan, a cirkuszi bohóc elsősorban egy ördögi figura. Elsősorban. Miközben ez a bohóc szokásosan játékosra veszi, bohóckodik. Tehát van egy óriási feszültség önmagában a bohóc szerepben. Ez engem nagyon izgatott. És egy ilyen fokozódó feszültségben, és a közélet, a kultúra minden területére vonatkozik ez a feszültség, meglátásom szerint a bohóc karaktere, aki lényegét tekintve egy ijesztő, rémisztő, aktív szereplő, és a felszínen pedig ez a széles mosoly, ez szerintem nagyon sok mindennel párhuzamba hozható. Akár a média működésével, akár a politika működésével párhuzamba hozható. A szépség is számra úgy működik, amikor fekete mocsok veszik körül. Tehát szerintem így működik, kontrasztokban működik nagyon sok minden. Sőt, mint egy zeneszerzőnek nekem ellenpontoznom kell. Én úgy érzem, nekem ilyenek a feladataim. Tehát, hogy én a szélsőségeket akarok működtetni, ahhoz, hogy valami nagyon összetett jelenség alakulhasson ki egy kép nézése közben.